bőven megvan a 8 pár, úgyhogy 11 óra van, jó játékot kívánok, indítom az órákat. Az atomerőmű SM mindkét sakkcsapata sikerrel vette a legutóbbi hazai környezetben lejátszott mérkőzését. Az első számú együttes 7-5-re verte a Dunaharaszti gárdáját, a paksiak 3 táblán győztek, míg 6 táblán döntetlent játszottak. A sikernek köszönhetően az ASE 1 továbbra is őrzi második helyét a táblázaton, a bajnokságban még 3 fordulót rendeznek. A Nagykanizsa több ponttal vezet, és nagyon egységes csapat, nagyon erős végig az elejétől a végéig nagymesterekkel, tehát nagyon nehéz őket. Nálunk azért vannak ilyen botlások, hogy nem a papírforma jön ki, hanem vagy lehet, hogy nagyobb arányba is győzünk, de azért nem olyan egységes a csapat. Tehát a dobogóra mindenképpen számítanák. Az ASE 2 a pécsi Karmin PSS-e ellen küzdött, és 8,5-3,5 arányban diadalmaskodott. A piroskékek 7 partit megnyertek, míg további 3 asztalnál remi, azaz döntetlen eredmény született. A paksiak az MB2 asztalos csoportját továbbra is magabiztosan vezetik. Hosszú távon tervezünk ez a társasággal. Egy 3 évet adtam én a csapatnak, hogy igazán megmutassa az erejét, és megerősödjön, és megerősödjön az NB1B-ben tudjunk majd újra szerepelni. Nagyon jó a társaság hangulata, nagyon jó hozzáállása. Én úgy gondolom, hogy ez a kettő meghatározza azt, hogy ilyen jól tudtunk szerepelni az elmúlt 5 fordulóban. Az ASE 2 szintén 3 mérkőzést játszik még a sorozatban, előbb Baján, majd Decsen vendég szerepel, végül a Marcalit fogadja. A sakkozók eddigi teljesítményéről bővebben jövő keddi Lelátó című sportmagazinunkban számolunk be részletesen.